12 fekhelyel, konyhával, két fürdőszobával várja a hajléktalanokat Szabadkán a helyi Vöröskereszt által működtetett ideglenes befogadóközpont melegedő. Az ideérkező orvos ellátásban részesülnek, rendszeresen kapnak ennivalót és tisztálkodási szereket is. Mindezt legalább 3 hónapon át, azaz február végéig biztosan. A szociális munkavédelmi központ kritériumai szerint mink be bírjuk fogadni valakit, vagy sem, ugye? És csak is a szociális munkavédelmi központ, a szabadkai központ ugye valakit be bír engedni, vagy esetleg távolítani a melegedőből. Minden évben ide a melegedőbe azok jöhetnek, akik rá vannak szorulva, vagyis akik a szociális központtól kapnak egy beutalót, mivel a szakdolgozók fölmérik a helyzetet, hogy van-e rá szükség, és miután megkapják azt a beutalót, utána jöhetnek ide és használhatják a melegedőt. Arra vonatkozóan van adat a korábbi évek tapasztalataiból ítélve, hogy eddig hányan? A tavalyi év folyamán 20 személy volt itten, 20 személy volt elhelyezve, de hát ők mindig változnak, tehát nincs mindenki egész idő alatt, még nyitva van a melegedő, úgyhogy 20 személy volt a tavalyi évben, aki igénybe vette. Az ideglenes haléktalan szálló működtetésére a Szabadkai Önkormányzat közel 900 ezer dinárt különített el a városi költségvetésből. A melegedő szolgáltatásait csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tudnak önmagukról gondoskodni.